Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktunk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Na nézzük meg akkor, hogy mivel is foglalkozunk. De először is megkérdezném, hogy mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Igen, most le kell utazni valahova a déli féltekére, hogy minél lejjebb, és akkor ott nincs meleg. Ott meleg a helyzet. Te a helyzet meleg? Ott éppen Covid terjed, mi? Szóval a lényeg az, hogy mire számítottok a jövővel kapcsolatban? Tehát lehet abban bízni, hogy mivel nem tudom, tudjátok-e, hogy egy folyamatosan növekvő infláció van szerte a világban, nem mindenütt, csak ugye itt nálunk ezen a környéken, meg hát mondhatjuk, hogy az, hogy a fehér régióban, mi az, hogy fehér régió? A fehér emberek életterületein, tehát hogy ahol a zömében fehér emberek élnek, ugye hol élnek zömében fehér emberek? Európában meg Észak-Amerikában, így van, és ahol fehér emberek élnek, ott ugye elszabadult az infláció, ami azt jelenti, hogy szinte hónapról hónapra nő az infláció, és ugye egyre inkább látni, hogy már nem beszélnek az inflációról, csak arról, hogy nő az infláció, de hogy milyen mértékben nő az infláció, arról nem beszélnek, és abba bízhatunk, hogy emiatt az infláció növekedés miatt, hát csúnya szót fogok mondani, nem kezdenek el basztatni, nem kezdik el basztatni a népet, úgy, mint tavaly például ősztől. Reméljük legalábbis, mert az infláció ez eléggé odavág majd az embereknek. Hát most gondoljátok végig, hogyha még elkezdik itt a különböző fertőző betegségekkel csesztetni az embereket, akkor az brutál lesz. Tehát az brutál lesz. Mert ugye az idéntől olyan mértékű inflációs növekedés kezdődött, és olyan mértékű pénzromlás, ugye az infláció azt jelenti, hogy pénzromlás, hogy az bőven észlelni fogják hamarosan az emberek, és hát ugye az a probléma, hogy ha még tovább csavarják az emberek nyakát azzal, hogy ilyen járvány, meg olyan járvány, meg amolyan járvány, és akkor ilyen szankciók, meg olyan szankciók, meg amolyan szankciók emiatt, hát az akkor nagyon brutál lesz, nagyon brutál. Úgyhogy bízunk benne, hogy csak az infláció lesz, és más olyan nagyon nem igazán. Szóval lényeg az, hogy hát főleg ilyenekkel, ugye mint tavaly is fenyegetőztek, hogy majd bevezetik a kötelező oltásokat, meg ilyen baromságokat, na az meg lenne a hab a tortán az embereknek, ha végig gondolod. Mert ha valaki szabadon választ azt, hogy beoltatja magát vagy nem, az normális, mert ő választotta. De az, hogy mondjuk bevezetnék kötelezően, azért az nagyon brutál lenne. Gondoljátok végig, és ugye már egy-két helyen a múltban kötelezően bevezették olyan szakterületeken, olyan szakmákban, olyan cégeknél, stb. Bevezették, de hogyha ezt ugye kiterjesztenék a tömegekre, akkor az nagyon brutál lenne. Tehát akkor az a legbrutálisabb dolog lenne. Az a harmadik olyan dolog, ami az emberek nyakát tekergetni. No, úgyhogy
nem túlságosan szép az emberiség kilátása a következő hónapokban, években, évtizedekben. És ugye mit mondtam én 2020 márciusában? Azt mondtam, ha visszaemlékeztek, hogy tesztelik az emberek tűrőképességét. Igen. Emlékeztek rá? Igen. És ez a teszt a hatalom számára sikeres volt. Tehát ami azt jelenti, hogy az emberek tűrőképessége az le lett tesztelve, és látják, hogy gyakorlatilag a birkának se jobb a türelme, mint az embereknek. Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag lehet látni, hogy az emberekkel azt csinálhatnak, amit akarnak. Vagy nem? Vagy rosszul látok? Már kezd szakadni a cél. Na most lényeg az, hogy ugye régebben más volt a helyzet. Régen nem beszélhettünk elidősödött társadalomról. Ami azt jelenti, hogy az átlag életkor az jóval kevesebb volt, és például mondjuk 200 évvel ezelőtt meg aztán sokkal kevesebb volt az átlag életkor, és az emberek mondjuk olyan 40-50 év környékén lenyugszanak. Ami azt jelenti, hogy már nem mennek tüntetni, nem csinálnak forradalmat, mert a forradalmakat, a tüntetéseket az mindig a fiatalok csinálták. De a fiatalok, hát az a lakossághoz képest sokkal kevesebben vannak, gondoljátok végig, most a fehér emberekről beszélek. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy alig van, aki tüntetne, vagy forradalmat csinálna, mert fiatalok, érted? Azok kevesen vannak. És a társadalom nagyon nagy része az 40-50 év fölötti, és egy kis része csak 40-50 év alatti, érted? És mindig, ha megnézed, a fiatalok csinálták idézőjelbe a balhét, nem az idősek. Az idősek inkább otthon elültek. Erre van egy vicc, tudjátok? Ez, hogy lent legelnek a tehenek a völgyben, és akkor az öreg bika meg fiatal bika fönn van a domb tetején. És akkor azt mondja a fiatal bika az öregnek, hogy szaladjunk le és hágjuk meg őket. Azt mondja, hogy nyugi, 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 nyugi. Egy idő után megint mondja, hogy szaladjunk le és hágjuk meg őket. És megint mondja az öreg, hogy nyugi, nyugi. Egyszer csak szépen a tehenek elindulnak felfele a dombon, feléjük. Mit mond az öreg a fiatalnak? Na ugye mondtam én neked, hogy nyugi. Így van. Na hát az öregek azok nyugisak. A fiatal az rohanna. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol hát bizony az ember készüljön föl dolgokra előre. És ha esetleg eddig nem készült fel, hát bizony a kutat nem akkor kell kiásni, amikor már az ember nagyon szomjas, hanem előtte. És ha az ember időben nem lép, hát akkor bizony gondjai lehetnek. Milyen jellegű gond? Most gondold végig. Az infláció ellen hogy védekezel? Van egy inflációnál nagyobb mértékben növekvő jövedelme? Ha nincs, akkor miért nem gondoskodsz róla, hogy legyen?
az alkalmazotti léttel, ha nem tudtad elérni világéletedben, hogy mondjuk éves szinten mondjuk egy 20-30%-os növekedésed legyen legalább, tehát minimum, ha ezt nem tudtad elérni alkalmazottként, akkor miért gondolod, hogy ezután ezt eléred? Tehát az egy minimum dolog, hogy az embernek éves szinten legyen legalább egy 20-30%-os, akkor is akármennyi infláció volt vagy nem volt, legyen annyi növekedése, jövedelem növekedése. És azt alkalmazottként nem lehet megcsinálni. Azt hogy lehet megcsinálni? Hát vagy cégtulajdonosként, vagy vállalkozóként, nem? De milyen vállalkozó vagy cégtulajdonosként, ahol az ember olyan dologgal foglalkozik, amire az embereknek szükségük van, nem? Tehát olyan dologgal kell foglalkozni. Na most, de ez nem elég, hogy olyan dologgal kell foglalkozni, amire az embereknek szükségük van, hanem olyan dologgal is kell foglalkozni egyben, amelyben kicsi a konkurencia. Vagy esetleg nincs. Érted? Ez alap. Tudjátok, miért sikerült 3, illetve 4 piacvezetői pozíciót csinálni? Az elmúlt 20 hány évben? Nem is 20, 19 évben. Az elmúlt 19? Bocsánat, nem, 29 évben. 29 évben. Azért, mert időben kezdtem valamibe, amikor még mások nem kaptak észbe. Egy. És olyan dolgot csináltunk, amire volt igény. Érted? Nem kicsi, hanem nagy igény. Jó, hát ebből ugye ez sikerült egy ilyet csinálni 93-ban, de csak fél évig. Az egy idény ilyen kampány jellegű dolog volt. Az azt jelenti, hogy lakásokat akkor vásárolták meg, a bérlakásokat akkor vásároltak meg az államtól az emberek. És ahhoz át kellett kötni a biztosítást, a lakásbiztosítást. A fél Újpalotának mi kötöttük át a lakásbiztosítását. Országosan mi hoztunk akkor a biztosítóknak a legtöbb lakásbiztosítást. Majd utána behoztak egy új törvényt 93-ban, amely 94-ben lépett életbe, 94 év elején. Ez az önkéntes biztosítási törvény. Tehát önkéntes biztosító pénztári törvény. Tehát önkéntes, ez a törvény, így hívták a törvényt, önkéntes, ÖPT, önkéntes biztosító pénztári törvény. És akkor azt 94-ben meglovagoltuk, egészen 2000-ig. Olyan piacvezetők voltunk, hogy azóta se tudtak minket lepipálni. Majd ugye abban a törvényben vonatkozóan észrevettük, hogy az 3 részből állt az a törvény, egészségpénztár, nyugdíjpénztár, önsegélyező pénztár, és azt láttuk, hogy hát az önsegélyező pénztárt nem nagyon lovagolták, még 2000-ig sem, 94-től. Na mi meglovagoltuk, és piacvezetői pozíciót csináltunk belőle, ezzel tudtunk élni 2007-ig, 2000-től. Ami azt jelenti, hogy meglovagoltuk ezeket a dolgokat, és ez tudott biztosítani nem csak nekem, hanem nagyon-nagyon sok embernek jövedelmet. Ugye mondhatjuk azt, hogy 13-14 éven keresztül meg tudtuk ezt oldani. Jó, és majd nem ezért, de hát azt gondoltam, hogy én eljártam, képzeljétek el, 2007 és 2010 között eljártam mindenféle képzésekre, előtte is már, de azok ilyen tanfolyamok voltak, ezek olyan képzések, hogy ilyen szeminárium jellegű képzésekre jártam el. És több olyan képzésem voltam ebben az időszakban, nem egy, kettő, hárman, hanem sokon voltam ebben az időszakban,
főleg már ugye 2005-től voltam 2010-ig abban az évben, hát gyakorlatilag legalább 50 olyan, ha nem több olyan rendezvényen voltam, amilyen szeminárium jellegű. Mi nekünk a szemináriumunk olyan jellegű. És abból én azt láttam, képzeljétek el, hogy hát én többet tudok, mint az előadók. Mert többet tapasztaltam, mint az előadók. És bárki tartott előadást, mindenkire azt tudtam mondani, hogy hát én többet tudok, mint ők. Hát én nem tudnék előadásokat tartani. Milyen egyszerű volt a dolog. Így kezdődött ez 2010-ben. Érted? És ugye én előtte is tartottam előadásokat, képzéseket 93-tól, de vezetőket képeztem jellemzően, illetve szakterületekre, erre a három szakterületre képeztem embereket. És hát közte volt, hogy foglalkoztunk egészséggel is, hát nyilván ott nem értünk el piacvezetői pozíciót, mert ott óriási konkurenciával találkoztunk. És hát ugye azt mondtam, hogy azt a tudást, amit én embereknek átadtam életemben addig, ugye 17 éven keresztül folyamatosan, és azt láttam, hogy vezetőknek is átadtam, tehát nem csak embereket tanítottam, hanem vezetőket is tanítottam, tehát nem csak egyszerű embereket tanítottam, hanem vezetőket is tanítottam, akkor úgy gondoltam, hogy hát miért ne lehetne ebből csinálni hát tömegek képzését. Hiszen én azt láttam mindig, hogy eszméletlen a tudatlanság. Eszméletlen. És erre kialakítottam ugye a múltbéli tapasztalataim alapján egy rendszert. A rendszer azt jelenti, hogy nem csak a képzési rendszerről beszélek, hanem a tanulók szervezésének a rendszerét is kialakítottam, hiszen szolgáltatások voltak az előző két, három, akarom mondani, piacvezetői pozíció, és nyilván a tudás is egy szolgáltatás, az nem egy termék. Bár termékforgalmazással is valameddig foglalkoztunk, ugye 5 éven keresztül, 2005 és 2010 között, 2015 és, ahogy volt, várja, 2005 és 2010 között, jól mondtam. És ugye abba is szereztünk némi nemű tapasztalatot egészségtermékekkel kapcsolatosan, de ugye az egy dolog. Na most lényeg az, hogy ugye miért mondtam ezt, akkor körülbelül akkor tájt, mikor ezt elhatároztam, rá nem sokkal, és elkezdtem embereket képezni, akkor az nem coachképzés volt, 2013-tól csinálunk coachképzést, hanem az a tudás, aminek ugye az alapjait akkor raktam le, amit most tartunk, az a tudásnak egy része, a mai tudásnak egy része az rendelkezésemre állt, hála Istennek, és ezáltal meg tudtam azt csinálni, hogy elkezdtük az emberek képzését, de én egyébként már az emberek képzésével először 2000-ben akartam foglalkozni. Csak akkor bejött még az önsegélyező pénztár, ami nagyon hasonlított a nyugdíjpénztárhoz, és ezáltal ugye elkezdtünk foglalkozni az önsegélyező pénztárral, és elvitte a figyelmet az emberek fejlesztésével kapcsolatos dolgokról. De a vezetőképzés az tovább is meg lett tartva. Milyen témákban? Mindjárt mutatom, mert ugye az fontos, hogy milyen téma. Ugye ezek a témák már akkor is voltak, mondjuk ezt az utolsót vegyük le, mert az nem volt. Jó, tehát ezek a témákban már volt jártasságom kellőképpen 2010-ig,
és ezekben a témákban már tudtam tudást nyújtani, nyilván nem annyit, mint most, azért közel se, azóta ugye a tapasztalataim az többszörösére nőttek, de ugye én mindig hittem ebbe a tizedikben is, de ugye ebben nem csak hinni kellett, hanem tapasztalatot is kellett szerezni, olyan tapasztalatot, ami nem csak az enyém esetleg, hanem másoké is, és így kompletté vált ugye a tudás, ami segíti az embereknek azt, hogy képesek legyenek az életben boldogulni, mert ahhoz, hogy az ember boldoguljon, ismernie kell az embernek az ember működését és az élet működését, mert az ember az az élet része, és ezért nem elég, hogyha azt ismerjük, hogy mi emberek hogyan működünk, azt is ismerni kell, hogy az élet hogyan működik. És ugye maga tapasztalatszerzés az bőségesre sikeredett az elmúlt évtizedekben, hiszen több százezer embernek vittünk el valami életjobbító lehetőséget, és több tízezer emberrel kerültem kapcsolatba. És ez azt jelenti, hogy ugye ez a kapcsolatbekerülés révén hát igen sok tapasztalatot sajátítottam el. És lényeg az, hogy én már 2000-ben akartam foglalkozni ezeknek a tanításával, idáig, 2000-ben, mert már akkor is azt láttam, hogy erre szükség lenne. És ahogy romlik a helyzet a világban, ezekre így globálisan erre a tízre, annál nagyobb szükség van. Na most a világban nem olyan sok ember van, aki örül annak, hogy romlik a helyzet. De megmondom őszintén, az nekünk mindig jó volt. Érted? Miért? Mert nagyon egyszerű. Mert az emberek, ha egyre kevésbé boldogulnak, egyre jobban nem értik, hogy miért nem boldogulnak, és egyre jobban kell a megértés. Annál nagyobb szükség van a megértésre, és ezt valaki nem látja át, akkor nem látja át az élet működését. Minél jobban boldogulnak, minél könnyebben boldogulnak az emberek, bárhol a világban, annál inkább nincs szükségük megértésre. Világos ez? Tehát ha megnézed a nyugati társadalmakban, gyakorlatilag a lakosság egy nagyon-nagyon minimális százaléka, nem mondhatnánk azt, hogy százaléka, lehet, hogy század százaléka vagy tized százaléka, képezte csak magát ezekre a dolgokra. És ha megnézed, párkapcsolati dolgokra sem képezik magukat addig az emberek, míg nincs párkapcsolati gondjuk. Világos ez? Tehát ha az emberek megnézik, akkor képzik magukat a pénzzel kapcsolatban is, mikor ezzel nem boldogulnak, tehát ami azt jelenti, hogy nincs nekik elég. És minden témában az emberek akkor kezdik magukat képezni, amikor azon a területen baj van. Na most jön az a világ, hogy minden területen baj lesz. Érted? Ha megnézitek jobban, minden területen egyre nagyobb baj van. Ami azt jelenti, hogy nincs más megoldás sose egy baj elhárítására, csak a tudás. Érted? De olyan tudás kell, ahol az ember elakad
kap segítséget. És ilyen hely a bolygón, ahol tudást és segítséget is tudsz kapni, ha elakadsz, hát ilyeneket lámpással keresgethetsz. Oké? Hát én egyről tudok, ezt úgy hívják, hogy PPH. Oké? Nincs több. A múltkor lent voltam vidéken, temetésen voltunk, és képzeljétek el, hát ugye ha eltemetnek egy embert, akkor általában ha az ugye valamilyen hitű volt, tehát felekezetű volt, akkor utána a templomba tartanak róla misét. Tehát hogyha a pap csinálja a szertartást a temetésen, akkor utána a pap az misél is, a vasárnapi misén. És akkor benn voltunk a vasárnapi misén. Hát gyakorlatilag tanítás az nulla, görögkatolikus egyébként misén voltunk, és gyakorlatilag a misén tanítás az semmi nem volt. És akkor utána a mise után, hogy beszélgettem egy ott élő rokonunkkal, hogy hát szokott-e tartani a pap valami képzést az embereknek, ha nem is a misén, bármikor, máskor. És akkor nézett rám nagy szemekkel, hogy miről beszélek én? Milyen képzés? Miért kellene tartani a papnak képzést? Érted? Fogalma sincs róla, hogy miről beszéltem. Fogalma se volt róla. Na most, de gondold végig, ha mondjuk egy olyan fajta pap lenne, amelyik akarna tartani, akarna átadni az embereknek tudást, hát akkor is, mit tudom én, mondjuk a faluban, meg a környéken, akik oda járnak, hát mit tudom én, hányan lehetnek? Hogy a manóba segít annyi emberen? Na egyébként van ebben kapcsolatban egy másik történetem, hogy meséljem már el. Új pap kerül a faluba, és hát megtartja az első miséjét. És hát kíváncsi mindenki a faluból, ezért megtelik a templom. És hát megtartja a misét, utána beszélik az emberek, hú, hát ez, milyen jó ez a pap, milyen jó dolgokról beszél. Hú, de jó, stb. Mindenki dicséri a papot. És akkor elhatározzák, hogy természetesen mennek akkor a következő alkalommal. Ha első alkalommal ilyen hasznos dolgokat beszél, akkor hát milyen hasznos lesz majd a következő is. És akkor mennek a következő misére is, következő vasárnap. És a pap ugyanazt mondja a misén, egy az egybe. Hát megint mondták, hogy milyen jól beszélt, csak az volt a baj, hogy ugyanazt mondta, mint a múltkor. Ezért a következő misére már valamivel kevesebben menne, ugye a következő vasárnap, és megint beülnek nagy várva, hogy mit fog mondani a pap. A pap meg ugyanazt mondta, mint előzőleg. Hát most már még kevesebben mondták, hogy hát milyen jól beszélt a pap, mert hát ugyanazt mondta, mint eddig kétszer. Na hát várjuk meg, hát ha már negyedik alkalomra már mást fog mondani, és akkor megint kicsit kevesebben, de megint ugye elmennek a templomba, megint lezajlik a mise, a pap megint pontosan ugyanazt mondta, mint az előző három alkalommal. Utána, amikor vége lett a misének, mindenki mondja, hogy egymással, hát ez a pap, ez valami újat nem tudom mondani, hát ez mindig ugyanazt mondja, jól beszél, de állandóan ugyanazt mondja. Én elmegyek és szólok ennek a papnak, hogy mondjon már valami mást. És oda megy a paphoz, közben kísérték egy páron, érted, hogy hallják, hogy mit fog mondani a pap. Hát nekünk nagyon tetszik
az, amit mond, de hát már negyedik alkalommal is ugyanazt mondja. És hát esetleg valami újat nem tudna nekünk mondani. Mert jók azok, amit mond, csak valami újat. Hát azt mondja a pap, hogy én szívesen mondanák újat, vagy mondanék újat, ha már csinálnátok azt, amiről beszélek. Szóval gondoljátok végig, az embereknek maguktól eszükbe se jut mondjuk tanulni arról, hogy ha valaki férfi, akkor hogyan kell bánni a nővel. Vagy ha nő, akkor hogyan kell bánni a férfival. Eszébe se jut. És akkor jut eszükbe az embereknek, amikor baj van mondjuk a párkapcsolattal. Érted? Jó, mi is így jártunk annak idején, nehogy azt higgyétek, hogy nem. De azért hozzá szeretném fűzni, hogy volt legalább könyvünk. Érted? A párkapcsolatról. Volt könyvünk. Igaz, hogy ezt ugye én is elolvastam a borítóját, tudod, a könyvnek. Képek nem voltak benne. Hát egy kép se volt benne, illusztráció nem volt, tudod. A nejem az elolvasta az egész könyvet, de hát most tudjátok, ez olyan a tanulás, olyan, hogy egyszer hallja az ember, vagy egyszer olvassa, akkor itt bemegy, itt meg kijön. Ráadásul, hogyha éppen azt nem kell alkalmazni, akkor meg még ha bennmaradt, akkor is arra rakodnak az információk, tudod, olyan, mint a raktár, amikor a raktár végébe kezdesz el pakolni, és onnan jössz be a raktárba, és ott a végén kezded el pakolni a cuccot, és mindig rakod, és a végén ugye azt mondod, hogy na most azt kellene, ami ott hátul van, érted? És hogy a fenébe fogom azt megtalálni ott hátul? Na ugyanez van a tudással, hogy arra rakódik, és közben elfelejti azt, amit régen tanult az ember. Vagy nem így járt az iskolával? És lényeg az, hogy az ember olyankor hát a tudását, amit tanult, kidobhatja az ablakon. De ha ott az anyag, mondjuk az a könyv, akkor föl tudja lapozni, tudod? És képzeljétek el, mikor párkapcsolati gondunk volt, ugye a 2000-es évek elején a nejemmel, hát akkor bizony elolvastam ezt a könyvet. Utólag. Mivel a nejem már elolvasta a könyvet, ő nem olvasta a könyvet, hanem ő elment párkapcsolati tanácsadóhoz. Érted? Voltunk ketten is azon a párkapcsolati tanácsadónál, azt hiszem egy-két alkalommal. Tehát nem többször. Tehát lényeg az, hogy mi is úgy jártunk annak idején, de azt gondold végig, az nem most volt, hanem 20 évvel ezelőtt. Azóta eltelt 20 év, és egy csomót fejlődött az információ, és csomót fejlődött a technika. És a tudáshoz most sokkal könnyebb hozzájutni, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Érted? Arról nem is beszélve, hogy egyáltalán arról, hogy hogyan kellene bánni az emberekkel, képzést életemben én 91-ben hallottam. Tehát ilyenre, hogy hogyan bánjunk emberekkel, 91-ben kaptam először tanítást. Az első könyvet, az 94-ben tudtam megvenni, érted? Avval kapcsolatban, hogy hogyan kell az emberekkel bánni. 93-ban még olyan könyvet olvastam, ami úgy volt kifénymásolva és spirálba összefűzve. Érted? Tehát még kereskedelmi forgalom előtt
tudtam hozzájutni ehhez. Szóval lényeg az, hogy mondjuk rendben van, a 80-as években nem nagyon lehetett ilyen dolgokhoz hozzájutni, vagy a 70-es, 60-as években egyáltalán, legalábbis itt nálunk Magyarországon. Lehet, hogy nyugaton lehetett, valószínű, de itt nem. De valahogy érdekes módon, most csak a párkapcsolatot nézzük, érdekes módon nem volt irodalom a párkapcsolattal kapcsolatban, nem voltak mindenféle párkapcsolati tanácsadók, mégsem volt annyi válasz. Nem érdekes? Most rengeteg párkapcsolati tanácsadó van a világban, eszméletlen sok olyan könyv van, ami a párkapcsolattal foglalkozik, olyan irodalom, ami a párkapcsolattal foglalkozik, vagy eszméletlen sok olyan képzés van, ami a párkapcsolatokkal foglalkozik, mégis eszméletlen sok a válás, összehasonlíthatatlanul több, mint mondjuk 40 évvel ezelőtt. Érted? Hát vajon miért? Mert az emberek akkor kezdenek foglalkozni a tudás gyarapításával, amikor már baj van. Érted? Tehát az imént mondtam, nem akkor kell a kutat kiásni, amikor az ember már nagyon szomjas. Még akkor sem, amikor már egy kicsit szomjas. Tehát például a párkapcsolatokkal kapcsolatos tudást nem akkor kellene elsajátítani, amikor az embernek már gondjai vannak a párkapcsolattal. Még nem azt mondom, hogy nagy gondjai, hanem kis gondjai. Hanem még előtte. Tehát az a fő probléma, hogy az embereknek fogalmuk nincs, hogy mind egy küldetéssel születtünk. Mindnyájan, te is, én is, mindnyájunk, nem csak azok, akik itt ülnek, a világon egy küldetésre születtünk. Tudod, mi az az egy küldetés? Ezt a régiek tudják, hogy a lelked egyre tudatosabb, egyre fejlettebb legyen, egyre több tudással rendelkezzen. Ezért születtünk. Nulla tudással jött le a lelked, és hogy minél több hasznos, használható tudással rendelkezzél. Azért csinálják ezt, mert utána meghalsz, utána még bent vagy egy létközi állapotban, ami egy virtuális létközi állapot, csak úgy mondanám, nem valós létközi állapot, csak virtuális. Ott virtuális érzékelés van, és utána mielőtt leszületsz, elveszíted a tudásodat. De nem elveszik, hanem elmentik a tudásodat. Az a tied marad, csak nem használhatod az előző életeid tudását ebben az életedben. Majd akkor használhatod, hogyha a magasabb létformába kerültél vissza, oda, honnan jöttél. Érted? Addig nem. És minden életednek a tudása, ami volt, az lehetett a Földön, vagy bárhol máshol, az el van mentve. Elment. Oké? Kétértelmű. Oké? Ez a szó, mert van az, hogy elment, úgy is lehet értelmezni, meg úgy is, hogy el van mentve. Oké? Tehát elment. És lényeg az, hogy minden leszületésed ezért történik, hogy a tudásodat gyarapítsd. Oké? Az is jó, ha sok rossz dolgot csinálsz ebben az életedben. Mert az is egy gyarapodás, tudásgyarapítás. Csak tudod, mi a baj annak, hogyha sok rossz dolgot csinálsz az életedben? Az, hogy alacsony lelki szinten fogod elhagyni a földi létedet.
és ezáltal a következő életedben egy alacsony lelki szinten fogsz leszületni. Mert annál magasabb lelki szintre nem születhetsz, mint ahogy elhagytad az előző földi létedet. Világos ez? Még azt is tanítom, hogy hogy tudod meg, hogy milyen lelki szintre születtél. Oké? Mert bárki ezt megtudhatja. Szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és azt gondoljuk, hogy akkor kell csak a tudást használni, ha baj van. Csak a tudásnak van egy óriási előnye. Tudod micsoda? Hogy a tudással megelőzöd a bajt. Érted? Legrosszabb esetben megelőzheted a bajt. De ha a tudást gyakorlatba át tudod vinni, akkor nem megelőzhetedről beszélünk, hanem megelőzöd a bajt. Érted? Ne tanulj, és lesz annyi bajod a következő években, hogy beleződülsz. Érted? Nem kell tanulni. Éld tovább a hülye, tudatlan életedet. Érted? Ennyi. És tudod, mennyi bajt kapsz? Ott fogsz belepistulni. A rengeteg problémádba. És azért gondoljuk végig, itt van ma a bolygó. Rengeteg tanító van. Csak keressetek még egy olyat, rajtam kívül, akinek van annyi tapasztalata, mint nekem. Nem csak tudása, tapasztalata is. Érted? Olyan az elmém, hogyha valamit, tudást át kell adni az embereknek, akkor ha tudok róla olvasni, nem kell megtanulnom. Olvasok, és hozzákapok információkat, és elég egyszer elolvasni. Érted? Régen nem így tanultam az általános iskolában, meg a középiskolában, nehogy azt higgyétek. Azóta lett ilyen az elmém. Sőt, meg tudom azt csinálni, hogy előadás közben, ha olyan téma van, akkor ahhoz kapok tudást. Érted? És arról nem is beszélve, hogy mondom, én 91 óta foglalkozok emberek szervezésével, és van saját szervezésű csapatom. 91 óta. És több tízezer fős saját szervezésű csapatom volt, érted? Az azt jelenti, hogy ez nem csak közvetlen saját szervezés, de természetesen a többsége az közvetett szervezés. Mit jelent a közvetett szervezés? Az embereim szervezték, meg az embereim, embereinek az emberei szervezték. Érted? De milyen célból? Most gondoljátok végig, hogy 12 éve a tudás céljából jönnek ide az emberek, és tudás céljából eddig több mint 50 ezer ember jött. Érted? Ami azt jelenti, hogy valamilyen szinten közvetve legalább kapcsolatba kerülök velük. Érted? De mondom, nyugodtan lehet keresni még olyat, akinek több tapasztalata van. Olyan tapasztalataim is vannak, amiről mások, gyakorlatilag a környezetemben senki halvány fogalma sincs. Érted? Tehát halvány fogalma sincs, hogy ilyen létezik. Szóval lényeg az, hogy itt van egy hely,
ahol lehet tanulni. Azért, hogy könnyebben boldogulj, hogy megérezd a saját bőrödön, hogy könnyebben boldogulsz a tudás miatt. Érted? De nem ez a célja a tudásnak, hanem mi a célja? Hogy a minél többet fejlődjön, tanuljon a lelked. Világos ez? Mert a lelked az nem hal meg, ugye? Legalábbis remélem tudod. Hanem halhatatlan, és újra születik egy testbe. Beköltözik, nem újra születik, hanem beköltözik. Oké? És az azt jelenti, hogy újra indul nulláról megint a tudásgyűjtés. És a tudásgyűjtés az halmozódik, halmozódik, halmozódik. De nem jó lenne már ezt letenni? Hát most gondold végig. Egy olyan, hát ez egy mókuskerék. Beszületsz mindig egy jó életed, egy életedbe, aztán vagy jól jössz ki belőle, vagy kevésbé. Nem tudom, ez az életed neked mennyire tetszik. Gondold végig. Érted? Tehát hát nem az lenne a célja az életnek, hogy boldog legyél? Tehát az a célja az életnek, hogy boldogtalankodj. Az a célja az életednek, hogy rosszul érezd magad. Szerintem nincs olyan ember, akinek ezek lennének a céljai, nem? Hát ez az alap, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, nem? Az az alap, hogy szeressenek, az az alap, hogy egészségesek legyünk, az az alap, hogy kellő szeretetet kapjunk, az a célja az életünknek, hogy legyen elég elismerés az ember életében, nem? Legyen szabad, legyen elég pénze, nem, ez ilyen alap dolgok. Nem kellene, hogy így működjön az ember az életében? És ezzel szemben így működnek olyan az emberek? Tehát azt látod, hogy így működne? De nem így kellene, hogy működjünk? Hát most gondold végig, hát az, hogy mit tudom, hogy szeretetben működjenek az emberek, ez pont most abszolút itt az ideje. Miért? Hát meg 2022-t írunk, és akkor adjuk össze, hogy 2, meg 2, kettő, az 6. Érted? Az azt jelenti, hogy a 6-os az a harmónia éve. A harmónia meg a szeretet éve. Érted? Tehát szeretetet jelent. Tehát akkor van valami, bármivel, bárkivel, akkor vagy harmóniába, ha azt szereted. Érted? A ruhával akkor vagy harmóniába, ha a ruhádat szereted. Érted? A cipőddel akkor vagy harmóniában, ha a cipődet szereted. Ha nyom, mint a rossebb az a cipő, akkor nem hiszem, hogy szereted, akkor nem vagy vele harmóniában. Érted? És ugyanígy az emberekkel, ha harmóniában akarsz lenni, akkor szeretni kell az embereket. Érted? Szeretni kell. Ez az alap dolog. Szóval lényeg az, hogy egy olyan világ van most ebben az évben, ahol pont ezt a szeretetre kellene odafigyelni mindenkinek, mert ez egy 6-os év. Oké? A 6-os pedig a harmónia éve. És a dátum, ez a 2022, akkor is kihat rád, hogyha neked van személyes éved. Márpedig mindenkinek van személyes éve, ami nem feltétlenül egy 6-os. Szóval itt vagyunk, és miért kellene még azon kívül tanulni, hogy megoldjuk az életünket, és ne csak akkor boldoguljunk, vagy akkor akarjunk tanulni, amikor már ezeken a területeken gond van, hanem ne okozzunk magunknak vagy másoknak gondot, mert ha az embernek ezekre a területekre van tudása,
akkor az a minimum, hogy magának és másoknak nem okoz problémát. Szóval lényeg, hogy ez az egyik dolog, hogy ezeket jól működtessünk, de mi a másik? Hát az, hogy nem is ez kell, hanem ide visszamegyünk. Hogy ez egy olyan korszak, ami az emberiség életében még nem volt. Soha nem volt olyan, hogy megkapta az emberiség az utolsó esélyt arra, hogy a saját életében annyi tudást szerezhessen, hogy bekerülhessen a magasabb létformába a következő életében. Ilyen még soha nem volt, hogy ez az egész emberiségre vonatkoztatott. És ez azt jelenti, hogy ennek van egy átmeneti korszaka, a mostani földi lét, tehát ami most van társadalmi rendszer, és a magasabb létforma között, mint ember van egy átmeneti korszak, azt pedig úgy hívják, hogy aranykor. Az aranykorba jutást úgy lehet elérni bárkinek, illetve nem az aranykorba jutást, bocsánat, a magasabb létformába kerülést úgy lehet elérni bárkinek, hogy úgy tud tanulni, hogy nem kap már elnyomást. Hogy nem kap elnyomást? Mi baj van az elnyomással? Az elnyomással az a baj, hogyha az ember tanulni akar, és elnyomás van az életében éppen jelen, akkor egyszerűen képtelen felfogni dolgokat. Nem tud tanulni. Képtelen. Tehát ez egyszerűen a figyelme nem tud ott lenni a tanuláson. Érted? És ezáltal semmit nem jegyez meg abból, amit végigült mondjuk a tanulás folyamán. És így nem lehet tanulni, hogy az ember időnként kap elnyomást, akkor elveszett teljesen a tudás. Ráadásul elnyomás alatt még az, ami nem veszett el, sem tudja használni. Képzeljétek el. Ezért, ha az ember igazán akar tanulni, olyan környezetben kell lennie, ahol nincs elnyomás. Érted? De ezzel is gond van, mert vannak olyanok, akik akkor is elnyomottnak érzik magukat, ha senki nem nyomta el, csak azért, mert egyszerűen valaki emlékezte, vagy valami, vagy valaki emlékezteti egy múltbéli elnyomására, és az illető bekattan, és úgy működik, mint egy elnyomott. Ráadásul ugye még az embernek, hogy bekerüljön az aranykorba, ezt is meg kell tanulnia, ezért kell a 9 év a legtöbb embernek. Tehát azoknak nem kell a 9 év tudás az aranykorba kerüléshez, akik nem olyan típusú elnyomottak, akik bekattannak bizonyos helyzetekben. Tehát akik csak olyan elnyomottak, hogy csak akkor működnek elnyomottként, ha elnyomják őket szó szerint. De azok, akik képesek arra, hogy valami emlékezteti egy elnyomásra, és bekattanjon, és úgy működjön, mintha most nyomnák el, azoknak kell 9 év tanulás ebből kijönni. Világos ez? És tudod, hogy az emberek nagy része az ilyen típusú elnyomott, hogy bekattan akkor is, ha nem nyomják el. Mi éppen tanuljuk az elnyomás feloldó kócsot, ahol tanuljuk a három
típusát az elnyomottságnak. Az egyik típusú elnyomott, amikor valaki akkor reagál az elnyomásra, nem tudatos módon, amikor elnyomják. Ez az egyes. A másik, a kettes típusú elnyomott, az olyan elnyomott, aki akkor is reagál, mintha elnyomnák, pedig nem nyomja el senki, ha valami emlékezteti bármilyen múltbéli elnyomásra. Tehát ez a kettes típusú elnyomott. És én azt tapasztalom, hogy az emberek többsége kettes típusú elnyomott is. Na most, ha valaki kettes típusú elnyomott is, tudti, hogy kell neki legalább 9 év, hogy ezt megoldja. És itt van egy határidő. Ez a határidő a következő, 2035. Ha visszaszámolunk 9 évet, ez 2026. Magyarul, akik 2026 után csatlakoznak, és kettes típusú elnyomottak, azok tuti, hogy nem fognak bekerülni az aranykorba, sajnos. Ezért, de azok bekerülhetnek, akik csak egyes típusú elnyomottak, érted? De mivel az emberiség zöme kettes típusú elnyomott, ezért nagyon el kellene gondolkodni, hogy mikor kellene elkezdeni a tanulást. Mert ez úgy fog működni, hogy akiről fogják tudni a fentiek, hogy úgyse fog bekerülni az aranykorba, azt fogják és kivonják az élők sorából. Világos ez? Tök mindegy, hogy milyen dolog van mögötte, vagy ki van mögötte, érted? Teljesen mindegy. Nem számít, hogy gyereket hagyott. Érted? Nem számít. Vagy kit hagyott. Miért van ez így? Mert 2035-re ezen a bolygón, függetlenül attól, hogy hány fővel, aranykornak kell lenni. Nyilván ez nem pár ezer vagy pár tízezer főnek kell lenni. Mert akkor, ha kicsi a létszám, akkor azt csinálják, hogy fogják, űrhajókkal kimentik azokat, akik ezt megérdemlik, a többire meg rárobbantják a bolygót. Nem vicc. Az gyors halál. Ez az a forgatókönyv legutolsó, legvégső verziója, érted? Tehát aminek létre kellene jönni verziónak, az az, hogy minél több ember elkezd tanulni, fejlődni. De ennek van egy nagyon érdekes feltétele a fejlődésnek. Én azt látom, hogy csak egy darabig lehet fejlődni, csapat nélkül. És azt gondolják az emberek, hogy ők fognak tudni. Tudod, meddig lehetne? Meddig lehet csapat nélkül fejlődni? Régiek tudják mondani. Mondjuk? Igen. Hármas valahol tartozás. Így van. Idáig tudsz csapat nélkül fejlődni. De az aranykorba jutás, az nem hármas lelki szinten működik majd, hanem a hatos lelki szinten. Fel kell jutni a hatodik lelki szintre. Az pedig csapat nélkül, saját csapat nélkül, tehát saját magad által vezetett csapat nélkül lehetetlen. Oké?
lesznek olyan emberek is, akiknek csak egy-két évet kell majd tanulniuk, mert nem kettes típusú elnyomottak, hármas típusú elnyomottakról nem is beszélek, oké? Azt ugye a képzésen beszélek, a hármas típusú elnyomottakról. Tehát ugye a legszerencsésebbek, most idézőjelbe a szerencsét, mert ugye ezen a bolygón olyan, hogy szerencse nem létezik, a szerencséjük az ugye, hogy ők csak egyes típusú elnyomottak, és ezáltal gyorsan meg tudnak változtatni dolgokat az elnyomással kapcsolatban és az elnyomotti működésükkel kapcsolatban. De akkor is valamennyit akkor is tanulni kell, mert meg kell tanulni az együttműködést addig, és együttműködést te nem fogsz megtanulni soha csapat nélkül, érted? Miért kell megtanulni az együttműködést magas szinten és az etikát magas szinten? Azt sem fogod megtanulni csapat nélkül az etikát magas szinten gyakorolni. Azért kell megtanulni az etikát magas szinten és az együttműködést magas szinten, mert az aranykorban nem lesz olyan, hogy fizetés, nem lesz olyan, hogy pénz, oké? Hanem olyan lesz, hogy te végzed a munkádat nem 8 órában, hanem csak egy 2-3 órában napi szinten, és azért cserébe, a munkádért cserébe bemész egy raktárba, és fizetés nélkül a szükségleteidet elhozod, érted? Ez azért kell ám etika, meg kell ám együttműködés, hogy te úgy dolgozol, hogy nem kapsz érte fizetést, érted? Most gondold végig az alkalmazottak nagy részét, hogy dolgoznának úgy, hogy nem kapnak érte fizetést? Ki van csukva? Érted? Dolgoznának úgy az alkalmazottak, hogy azt mondanák nekik, hogy nem kapsz fizetést. Hát majd meglátjuk, hogy hogy fog alakulni a dolog. Érted? És az együttműködés azt is jelenti, hogy képes vagy a nagyobb tudású, vagy képessé válsz a nagyobb tudású, tapasztaltabb ember véleményét így magadévá tenni. Érted? Nem úgy, mint most, hogy az egód tiltakozik. És egyszerűen az egód azt mondja, hogy nehogy már megmondják nekem, hogy én mit csináljak. Az aranykor az a terep lesz, ahol főpróbája lesz annak a működésnek, ami odafönt van, a fenti létformába, az isteni létformába, vagy angyali létformába, most melyik jobban tetszik nekem, mindegy. Érted? Mert mire fölkerülsz az angyali létformába, azt nem ott kell megtanulni az angyali létformába való működést, hanem előtte az aranykorban. Világos voltam? Tehát oda, amikor bekerül az ember, már az alapokat, abszolút alapokat, azt tudni kell. És a fenti létformában nincs olyan, hogy valaki, aki sokkal, de sokkal tudatlanabb, megkérdőjelezzen egy olyan lényt, amelyik sokkal tapasztaltabb, sokkal nagyobb tudással rendelkezik. Érted? Nincs ilyen.
itt a Földön van. Olyanok, akik az életükben semmit nem bizonyítottak, sokkal okosabbnak gondolják magukat, mint akik bebizonyították, hogy mire képesek. Érted? Vagy rosszul látom? Hát most gondold végig, ha annak alapján kellene cselekedni, amit egy tudatlan ember, aki az életében semmit nem bizonyított utasításai alapján csinálnánk, hova jutnánk? Gondold végig. Ő hova jutott? Sehova. Önállóan hova jutott? Sehova. Érted? Tehát akkor nem tudom, most már látod, hogy mennyire fontos az etika, és mennyire fontos az, hogy az ember megtanulja majd az együttműködést. Méghozzá a feltétel nélküli együttműködést. Hiszen alapvető ok, amiért ide kerültek az emberek, az az, hogy vagy etikátlankodtak odafönt, illetve hát nem az emberekről van szó, hanem a lelkükről van szó. Etikátlankodtak odafönt, vagy azért, mert lázadoztak, oké? Vagy azért, mert nem tették meg azt, amit meg kellett volna tenniük. Érted? És azért választhatta azt, hogy akkor gyere le, itt etikátlankodhatsz, lázadozhatsz, így csinálhatod azt, hogy mi volt a harmadik? Mulaszthatsz, így van, köszönöm. Mulaszthatsz, itt nem gond. Csak legfeljebb majd lesz egy következő emberi életed. És ott is csinálhatod ezeket, és akkor megint lesz egy következő emberi életed. És akkor a legtöbb ember benne van ebbe a reinkarnációs mókuskerékbe. És én nem azt látom, hogy boldogok. Sőt, még azt sem látom, hogy élveznék az életüket. Mert a mai értelemben tudod, mi az élet élvezet? Halmozzunk fel anyagi javakat. Minél drágább minden, ami anyagi javakkal rendelkeznek. Na, azt gondolják, hogy ez az élvezet. Azon túlmenően. Akkor minél többet költsenek mondjuk látnivalókra. Érted? Mit tudom én, azt mondja, hogy hát nem elég, hogy már 100 milliót érő autón van, akkor már vegyünk egy jachtot is 1 milliárdért. Érted? Mert az kell a boldogsághoz, tudod. Azt gondolja. Ez az abszolút tudatlanság. Abszolút tudatlanság. A boldogsághoz tudod, mi kell? Nem az, hogy köpjenek utánad. Érted? Nem az, hogy azt mondják rád, hogy hülye burzsúj. Érted? Hanem az, hogy szeressenek az emberek. Érted? Tehát a gazdagokat, ha megnézed, tudod, mik ők? Élősködnek az embereken. Ők egy élősködők. Szó szerint. Miért élősködött? Mert azt mondd meg neki, hogy minek az a hatalmas vagyon neki. Azt mondd meg. Minek? Elviszi majd a sírba? Érted? Hány jobb érzést idézhetett volna elő emberekben, hogyha annak a
teljesítménynek, ami miatt ő gazdag lett, annak a javadalmát szétosztotta volna, érted? És neki most kevesebb lenne, csak annyi lenne, ami neki elég, érted? Ami a pozíciójához kell. Mert nyilván egy utcaseprőnek nem feltétlenül az kell pozícióban, mint mondjuk egy miniszterelnöknek. Érted? Szükségletben. Nyilvánvaló, nem? Tehát nem azonos a szükséglet. Mert egy utcaseprőnek azért nem kell úgy reprezentálni, mint mondjuk egy miniszterelnöknek, nem? Szóval a lényeg az, hogy a pozíciójának megfelelő szükséglet. De nincs olyan, hogy mit tudom én, már 56. kastélyt veszi, csak most mondtam valamit, mert neki arra van szükség. Minek? Érted? Tehát odafönt ilyen nincs. Tehát az ilyen emberek, azok nem fognak följutni addig, míg meg nem tanulják ezeket a dolgokat, érted? Hát ha fölgyorsítják magukat és ebbe az életben megtanulják, mint például a Buddha csinálta annak idején, mert egy gazdag családból származott és teljesen megváltoztatta a gondolkodását és utána felkerülhetett a felső létformába természetesen, oké? Hát ha azt csinálnák, akkor ők is fölkerülhetnének. Tehát szabad akarat van, Buddhának is szabad akarata volt, hogy éli tovább azt a tradíciót, amit a családja élt, azt a gazdag tradíciót, érted? Vagy megváltja az életét. És ő megváltotta az életét. Ugye nagyon érdekes ez a szó, meg megváltja, megváltoztatja, nem sok különbség van közte, csak úgy mondanám. De ő nem csak megváltoztatta az életét, hanem megváltotta az életét, érted? És azért nyilván nem tudsz olyan sok emberről, hogy ezt megcsinálta. Akire biztosan mondhatod azt, hogy megcsinálta. De Buddhára például biztosan mondhatnád. Illetve nem tudom, miért tesszük oda azt a H betűt mi magyarok, hogy nehogy véletlen Budának említsük, mert az igazából nem Buddha, mert ott semmilyen köze annak a nevének a H betűhöz. De csak úgy mondanám, semmi köze a H betűhöz a nevének, őt úgy hívják, hogy Buda. Nem fura? Nem fura, hogy úgy hívják, hogy Buda? És például nem fura, hogy Attila testvérét is, bátyját is Budának hívták? Nem fura? De csak úgy mondanám. És ha megnéznénk, hány olyan magyar ember van, akit Budának hívnak? Ha beütnéd a Google-ba, biztos találnál egy párat. Oké? Volt ilyen focistánk is. Még annak idején az aranycsapatba, bizonyám. Oké? Szóval a lényeg az, hogy nem fura, hogy magyar neve volt. Jó, tehát mondom, megnézitek, Budánál nincs H betű. Csak mi tettünk hozzá egy H betűt. Valahogy a nyelvújítással, hogy nehogy kapcsolatba hozzuk már magunkkal. De a Kazinczy féle nyelvújítási baromságok. Ugye őt meg azt mondták, hogy vagy kinyírják őt is meg a családját, vagy megcsinálja a nyelvújítást. Na nyilván ezért megcsinálta. Jó, tehát lényeg, hogy gondold végig, vajon mennyire van szükség a tudásra. Lehet keresgélni máshol, csak avval megy az idő. És mit fogsz találni? Aki keres, azt mondják, hogy talál. Te is fogsz találni. Mit?
A tudás, ez amit az imént mutattam, ez tudod olyan, mint egy torta. Hova megyek? Fordítva kell mennem. Erre. Olyan, mint egy torta. Maga a tudás, ez a torta. Ez a 10 szeletes torta. Te elmehetsz tanulni máshova, és kapsz belőle egy szeletet. Érted? Nem ennyiért, sokkal többért. Érted? Sokkal többért. Ami azt jelenti, hogy nem kapod meg kompletten a tudást. Sehol rajtunk kívül. Ez az egyik. Ráadásul összességében sokkal többért kapnád meg. Na mondjuk lehet, hogy rámenne a gatyád is. Oké? Nem csak a tulajdonod, még a gatyád is. És arról nem is beszélve, hogy itt volt egy másik dolog, amiről beszéltem. Merre megyek? Várjál, erre kell mennem. Itt van. Ez, hogy hogy kerülsz oda be? Mi kell hozzá? Várjál, még egy gondolat. Csapat nélkül nem megy. Hogy fogsz máshol csapattal rendelkezni? Saját csapattal. Baromi jó kérdés. Sehogy, mert máshol nincs csapatszervezés. Aki szervezte ezt a képzést, azt gondolja, hogy ott mindenki a csapata. Az közben az emberek onnan szétszélednek. Én meg már van, akivel együttműködöm 25 éve. Érted? Úgyhogy előtte nem volt ismerősöm, és itt tanul 25 éve. Erről csak ennyit. Nem is 25, bocsánat, 27. 27 éve. És rengeteg olyan ember van itt, akikkel sok éve együtt vagyunk. És azok közül, akik sok éve itt vannak, azoknak szinte mindnek van csapata. Érted? Saját csapata. Hogy olyan dolgokat is meg tud tapasztalnia. Miért kell saját csapat? Hogy olyan dolgokat is megtapasztalj, amit hála Istennek neked akkor nem kell megélni. Most képzeld el, mennyi problémája van mondjuk 100 embernek. Azt a 100 ember problémáját, azt mind szeretnéd megélni, akkor te bolond vagy. Ha nem jobb, ha ők élik meg. És tudod, miért jó még ez a dolog? Mert azt is tudod mondani, hogy ú, de jó, hogy nekem csak ennyi problémám van. Érted? Meg csak ekkora. Mert azt fogod látni, hogy a te problémádnál, amire te azt hitted, hogy az a világ csúcs problémája, annál sokkal nagyobb problémák is vannak más embereknél. És akkor azt tudod mondani, hú, de jó az én életem. Érted? Hát tudod, mit látok? Azt, hogy emberek egyszerűen nem tudom, mire várnak, mire számítanak, nem tudom. Képtelenek örülni annak, ami van. És ehhez, ha látnád, hogy mások hogy élnek, érted? Akkor örülnél annak, amit neked van. És hálás lennél, hogy te nem azon az életen élsz. Most itt, akik csak PPH-ban tanulnak, azoknak mind üzenem, hogy a bolygó több mint 90%-a sokkal rosszabb körülmények között él, mint te. Érted? Az most ne csak anyagi szintet néz, hanem ezeket, amiről az imént beszéltem.
ezeken a területeken. Mert hiába van valakinek pénze, érted? Hogyha mondjuk párkapcsolatával gondok vannak, csak most mondtam egy dolgot, érted? Vagy mit tudom én, a gyerekeivel, vagy a szüleivel, vagy bármi mással ezek közül gondjai vannak, érted? Hiába van pénze. Tehát a pénz nem mindegy. A 10 területből az csak egy. Érted? És mi van a 9-el? Mondhatnánk azt, hogy ez a pénzterület a legkönnyebb ebből a 10-ből. Tényleg. Hihetetlennek tűnik, de mégis. Ebből a 10 területből ez a legkönnyebb. Meggyőződtem róla. Oké? Miért a legkönnyebb? Mert ez anyag. Érted? Ez tisztán anyag. Az anyag az megformálható. Érted? De az ember, ebből nézd meg mennyi az ember, rögtön 5, oké? Az a környezet is így van, hatóságok is így van, azok is emberek, tehát az meg lélek is, az nem csak anyag. Az legjobb esetben is azt tudod mondani, hogy fele-fele. És hogy formálsz te egy embert, ha ő nem akarja, hogy formáld? Sehogy. Érted? Sehogy. Senki nem fog megváltozni, csak a saját hatására. Érted? Ezért van az, hogy mit tudom, beülnek emberek képzésekre, és az egyik változik, a másik nem. Pedig ugyanazon a képzésen ülnek. És miért? Mert az egyik akar változni, a másik meg nem akar változni. Ilyen egyszerű. Tehát változni csak az fog, aki ő saját maga akar változni. Világos ez? Szóval a lényeg az, hogyha még nem tanulsz itt, éppen itt a hely, idő, hogy itt tanulj, és itt várunk, itt a helyed, hogy itt tanulj. Oké? Mennyi az összeg, ami bárki által megfizethető? 30 óra képzésünk van havonta. Az első hónapban ez óránként 660 forint. Hú, ennyiért semmilyen képzést nem kapsz. Semmilyen képzést nem kapsz óránként 660 forintért. Még ha korepetálnák az első osztályos diák gyerekedet, érted? Azért is többet fizetnél. Jóval. Oké? A második hónaptól még kevesebb ez az összeg, 330 forint óránként. Érted? De nem óradíjba számlázunk, hanem ugye havidíjba. Ami azt jelenti, hogy egy hónapi képzés így 19.700 forint az első hónapban, és 9.800 forint a második hónaptól. Ha nem szakítod meg a havi képzéseket, akkor ez az ár kedvezményesen marad neked 35 hónapon keresztül. Ha bármikor megszakítod ezt a képzést, akkor fölemelkedik az ár, már nem kapod a kedvezményes árat. Oké? Persze, közben lehet áremelés is, de ha ugye neked ez a 35 hónapos garancia van, árgarancia, akkor az áremeléstől is mentesülsz. Persze előre több hónapot is befizethetsz, nincs ebben semmi gond, de lényeg az, hogy havonta legalább egyszer fizessé tandíjat, vagy előre legyen rendezve a tandíjad x időre. Most éppen valaki, meddig 2010, hogy vagyunk? 26-ig, 2026-ig fizetett be. Éppen ma valaki, nem ma, most a napokban, 2026-ig. Lényeg az, hát így van, tehát lényeg az, hogy várunk szeretettel, és próbáld ki,
csinálj végig 3 hónapot, lehet 1 hónapot is végig csinálni, csak az 1 hónap az azért kevés. Csinálj végig 3 hónapot. A 3 hónap kevesebb, mint 40 000 forint. Oké? Ezt fizeteted, ezt a 3 hónapot nyilván havonta, tehát az első hónapban 19 700, utána kétszer 9 800. Nézd meg, hogy látod-e azt, hogy itt a helyed. Én tudom, hogy itt a helyed, mert különben nem hallgatnád most az előadást. Akkor nem rendezték volna el a fentiek, hogy te láthasd ezt az előadást. Akkor valami más előadást néznél most. Érted? Tehát ezért tudom, hogy itt a helyed. De ha te mégis úgy látnád 3 hónap után, hogy nem itt a helyed, fogod, ezt abba hagyod. És mit veszítettél? Mikor kaptál a 3 hónap alatt 450 000 forint értékű tudást. Akkor mit veszítettél? Csak úgy kérdezném. 40 000 forintért kaptál 450 000 forintnyi értékű tudást. És akkor mit veszítettél? Mert ha ezt a tudást máshol akarnád megvenni, ennyit ki kellene fizetni. Ennyi tudásért. Jó? Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Szeretlek benneteket, sziasztok!